akkor tisztelettel, örömmel köszöntöm a megjelenteket, és külön az Egyetemi Könyvtár Zöld Csoportja nevében, és mindenek előtt kedves meghívottunkat, dr. Bléd Viktor, aki, és most puskázok is, én már nem tudom, de ezekkel a nevekkel a politikatudományok és ugye, tudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékének oktatója. No, folytatnánk némám egy-két tényel, nem leszek hosszú. Azt láttam, belekukkantottam, hogy a tanszéküknek nagyon sok programja van, nagyon élő. Holnap is egy nyílt nap lesz, ugye jól tudom. Az év elején például a hallgatók jelentkezhettek a fenntartható fejlődését szakkollégiumba, hát ez egy nagyon jó hír. Én meglepődtem, örülünk neki. Azt nem tudjuk, hogy jelentkezzetek. Szóval nem. Viktor, sok spektrumon tevékenysége, igen, nyugodtan nem kell megszólni most, kapcsolatban vannak az Egyetem Afrika Kutatóintézetével, sok közös példamutató összedolgozást láthatunk más oldalról is, az ön részvételével, már saját is, és elkezdett könyvek is jelzik azt a 15 évet, amit itt az egyetemen már eltöltött. Ugye könyvtárosként én beleláthattam egy olyan adatba, hogy Viktor mikor tanár úr és Viktor mikor iratkozott be, 2006-ban iratkozott be a könyvtárba, holnap napot azt most nem rögzítjük, nem? De ide egyébként, ide? Vagy mennyire? Az még nem létezett. Az, ne, igen, ezzel kérdezem. Én csak ezt láttam. Na, sokkal előbb. Jó, egy ilyen dátumot látom, ez is már önmutató. Áprilisban volt a habilitációja, gratulálunk minden esetre, ha már itt találkoztunk. Itt is találkoztam a környezeti konfliktusok, migrációs szavakkal, kifejezésekkel. Nos, az előadás után feltehetjük kérdéseinket, és tegyük is föl, mert ez nekünk nagyon is szól, és itt látom azért a 20 éves korosztály, ő nekik pláne, és az ő utódjaiknak is, tehát, hogy halljuk, mert okozatokról lesz szó, hogyan, és arról esetleg talán érintve, hogy hogyan tovább vagy valami előre, bizony, biztos vagyok benne. Átadom a szót kedves megjelentünknek, és aki az első szóra kötélnek át, és kötél nélkül, ezt állíthatom, hogy nem kellett kötéllel fogni őt, nagyon kedves, és köszönjük a elfogadását az előadásnak. Én is nagyon szépen köszönöm, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy kicsit más, mint az órákon, mert hogy akkor ilyeneket nem mondok, sok szeretettel, maguk se gondolják ezt, én se, tökéletes. De tényleg nagyon szépen köszönöm a bevezetést, illetve a szép szavakat igazából. A téma annyira nem vicces, meg nem humoros, ezt fogják is látni igazából, én nem szeretném elvenni a maguk kedvét, úgyhogy... Úgyhogy majd mindig pozitívabbra futtatom ki a témát, mint amilyen valójában. Ugye a Zöld Egyetem, illetve a könyvtárnak a zöld csoportja, vagy zöld könyvtár csoportnak a meghívásának teszek eleget, és most már nem először, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. A téma az pedig a klímamigráció, ugye alapvetően olyan témáról beszélhetek, ami valóban a kutatásomnak a része, és hát nem órai keretek között, hanem, és köszöntöm a kívülről jötteket is sok szeretettel. Ha van kérdésük, kérdésetek a végén, akkor tegyétek föl, és én igyekszem válaszolni azokra a kérdések. Legyen az bármi, politikailag érzékeny témákban nem szívesen megyek bele, azt általában vissza szoktam dobni a labdát, még amíg itt szeretnék dolgozni, tudjátok, az még egy darabig. Aztán majd, ha nyugdíjas leszek, akkor nagyon szívesen, de viccet félretéve természetesen, bármilyen kérdés van, én nagyon szívesen próbálok arra válaszolni. Ugye alapvetően a témát úgy határoztuk meg, hogy kössük össze a környezeti konfliktusokat, a klímaváltozást a migrációval. Ez egy rendkívül komplex és összetett kérdés, szerintem valójában egy egész fél évet lehetne most már szánni rá, vagy kettőt, vagy végtelen mennyiségű fél évet, hogy egyáltalán felmérjük, hogy mit jelent az, hogy migráció, és megpróbáljuk értelmezni a pláne a 21. században, abban az évszázadban, évezredben, amit úgy is szoktunk hívni, hogy a népvándorlások kora. És azt gondolom, nem állunk messze attól, hogy valóban népvándorlásról, de minimum emberek százezreinek és millióinak a lakhely elhagyásáról szóljon
az adott évszázad. Hát láthattuk, és maguk is láthatták 6 évvel ezelőtt, milyen pánikot, milyen káoszt, milyen problémát okozott Európának, az Európai Uniónak 1,3 millió érkező menekült vagy bevándorló, ezt nem tudom, azonban, mert hogy ez egy nagyon nehézkes kérdés, a mai nap azt arra is megpróbálok választ adni, vagy választ találni, hogy egyáltalán mit jelent az a szó, hogy klímamigráció, vagy klímamenekült, vagy egyáltalán van-e egy ilyen kifejezés. Aztán, hogyha le akarnám csapni, mint röplabdába, vagy nem tudom, pingpongba azt a bizonyos ütéslabdát, akkor azt mondanám, hogy nincs ilyen kifejezés, tehát az egész egy ilyen hatalmas nagy, talán szenzáció hajhászás, szenzáció keresés, mert hogy ilyen kifejezés még nem létezik, azaz jogilag még ilyen kifejezést az ENSZ, illetve a különböző szupranacionális kooperációk együttműködések még nem fogadtak el. Hogy kevés írás lesz, nyugodjatok meg, és sok kép, meg sok térkép, meg magyarázat. De alapvetően a kérdés mindig az, hogy mit nevezünk egyetlen klímaváltozásnak, és hogyha van itt esetleg földrajzos, vagy történész, vagy klimatológus, akkor azonnal árgó szemekkel nézhetné a válaszomat, hogy én, aki politológiát meg történelmet végeztem, mit szeretnék mondani a klímaváltozásról. Hát alapvetően azt, ami ma már a tudományos berkeken belül 95%-ban, több mint 95%-ban elfogadott, azaz a klímaváltozás az egy organikus folyamat, amióta a világ létezik, klímaváltozás, globális klímaváltozás. Azonban van egy ember által, gerjesztett ember által intenzifikált folyamat, amely az 1960-as, 70-es évek óta érzékelhető, és ma már a 21. század elején valójában mindent ráfogunk arra, hogy klímaváltozás van. Hogyha egyik nap esik az eső és hideg van, a következő nap meg 25 fok, és ez valóban előfordul, akkor csak legyintünk egyet, és azt mondjuk, hogy klímaváltozás. Hogyha ebben az évben nem tudunk diót vásárolni, akkor azt mondjuk, hogy persze hát a klímaváltozás következtében megjelentek olyan rovarfajok, amelyek kipusztítják a diótermést, köszi klímaváltozás, ugye? Ha nincs elegendő víz, akkor klímaváltozás, és mindent rá lehet húzni arra a kifejezésre, hogy klímaváltozás. Az 1970-es, 80-as évek óta valójában a közbeszédet, amely a környezetvédelemmel kapcsolatos közbeszéd, nagyban elkezdte uralni a klímaváltozás, a 90-es évektől kezdődően pedig valóban mindent a klímaváltozásra vezethetünk vissza. Egyébként semmi másról nincs szó, mint az üvegházhatású gázok fokozódására, és elsősorban a széndioxid fokozódására a globális légkörben, amely fokozatos hőmérséklet emelkedést okoz, és ennek következtében pedig olyan problémákkal szembesülünk, mint a szélsőséges időjárási jelenségek, a viharok, a jégeső, a tornádó, a különböző hurikánok, ugye a hurikánok kizárólag tengerek és óceánok felett alakulhatnak ki, és tudjuk, hogy a Karib-szigetek térségében, vagy Latin-Amerikában, Dél-Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban, vagy éppenséggel a Távol-Keleten milyen óriási problémákat okoznak. Legutoljára például Puerto Rico-t, illetve Haitit tüntette el egy hurikán majdnem szó szerint a föld színéről, és egyébként a mexikói öböl térségében is hatalmas károkat okoz. Ugye a viharok és a jégeső az Magyarországon sem különleges dolog, ugyanis mindig mondják, hogy régebben is voltak jégesők, régebben is voltak különleges éghajlati vagy szélsőséges időjárási tényezők, azonban ezeknek a szaporodása jelzi azt, hogy valami nagyon nincs rendben, valamilyen anomáliával szembesülünk. A következő pont, amely megint csak kézzel fogható problémát okoz, és ugye bevezetem majd azt a problémakört, amelyről beszélni fogok, ez a tengervízszint emelkedés, illetve a különböző áramlatoknak a megváltozása. Ugye alapvetően arról szól az egész történet, hogy az 1960-as évek végétől, az most már 40-50 év, folyamatosan jönnek ki olyan jelentések, hogy majd 2050-re, meg 2100-ra mi fog történni. Ugye biztosan olvastatok ti is ilyet, hogy 2050-re majd mi történik. És mondjuk 1972-ben, amikor kijött a Növekedés határai című jelentés, alapvetően a Római Klubnak az első jelentés, ami a környezet szennyezéssel foglalkozik, vagy foglalkozott, illetve túlnépesedéssel és egyéb problémákkal, akkor 2050 ilyen nagyon-nagyon távolinak tűnt. De hányat írunk, srácok? 2021-et, ugye? Közeledünk ahhoz a 2050-hez, ami 30-40 éve nagyon-nagyon távolinak tűnt,
az valójában 20-30 éven belül itt lesz, és azok a problémák, amelyeket mindig 2050-re jósoltak, az néhány évtizeden belül megjelennek. Azonban nem egyik pillanatról a másikra fog megjelenni. Nem arról szól az egész történet, hogy hirtelen megemelkedik a tengervízszint, mint a katasztrófa filmekben, és akkor ellepi a szigeteket, meg a tengerparti területeket, hanem ez egy folyamatos, nagyon-nagyon lassú emelkedés. Egy kicsit olyan, mint ez a béka hasonlat, tudjátok. Azt szokták mondani, hogy a globális felmelegedés az olyan, mint a békának, szegény békának a megfőzése. Mert hogyha beleteszünk egy, igen tudom, beleteszünk az edénybe egy békát, egy hideg, vizes edénybe, és alágyújtunk, akkor a béka úgy fő meg, hogy nem veszi észre, hogy melege van, és szépen megfő. Azonban, hogyha beledobunk egy békát egy tűzforró, vízzel teli edénybe, a béka szegény megpróbál kijönni, mert halálfélelme van, kapálózik, és egyszer csak megfő, és elpusztul. Mi emberek az előző főzési folyamatnak a részei vagyunk, ezért szépen lassan megfő körülöttünk a világ, és nem vesszük észre, vagy ha észrevesszük, akkor hullámokban vesszük észre, és azt ki szeretném emelni, hogy a világon nagyon-nagyon eltérő módon érzékeljük a klímaváltozást. Még Magyarországon viharakat látunk, és mondjuk jégesőt, addig bizony vannak a világnak olyan részei, ahol valóban szembesülnek azzal, hogy nap mint nap emelkedik a tengervízszint, és ma már 2021-re van olyan az ENSZ tagállamának elismert országunk, vagy hát részünk, amely eltűnik a föld színéről, Kiribati, erről majd fogok még egy picit mesélni. Aztán a következménye még az áradások és az aszály, ez a kettő nem zárja ki egymást. Ausztráliától kezdve Indián keresztül, Kínán át, Dél-Kelet-Ázsián keresztül folyamatosan szembesülünk azzal a problémával, hogy néhány évig áradásokkal kell szembesülni, áradások ellen kell védekezni, utána jön egy 7 éves aszályos időszak, ennek persze vannak éghajlati meghatározottságai, ebben nem mennék bele, de a kettő nem zárja ki egymást, ugye szokták mondani, hogy hát ezt hogy nem lehet megelőzni, hiszen hát a víz összegyűjthető, és akkor, hogyha aszály van, szárazság van, akkor locsolhatók, a növények és a mezőgazdaság tudja használni a vízmennyiséget, hát a problémát ugye azt jelenti, hogy gigantikus vízmennyiségekről beszélünk. Ugye itt 3-4-5 balatonnyi területről kéne beszélni csak Magyarország kapcsán, ami akkora mennyiségű víz, hogy nincs akkora tározási rendszer, amely egy ekkora vízmennyiséget képes lenne tárolni. Ugyanakkor a másik oldalon az aszály következtében pedig a mezőgazdasági hozamok csökkenhetnek. A mezőgazdasági hozam csökkenés pedig élelmiszerválságot, élelmiszer problémákat okozhat, és az élelmiszer biztonság kerülhet veszélybe, amely megint csak megoldható akkor, ha egy adott térség, egy adott régió, egy adott ország élelmiszert vásárol sok pénzért, kitéve magát olyan piaci folyamatoknak, amelyek abban érdekeltek, hogy az élelmiszer árát folyamatosan növeljék. Nem tudom, hogy ebből érzékelünk-e esetleg valamit. Szeretném kérdezni. Szerintem mindenki, aki jár a boltba vásárolni, érzékel. Nem csak globális folyamatokról beszélek Magyarország kapcsán, de az a lassú emelkedés, amivel folyamatosan szembesülünk, az Magyarországra is begyűrűzik, és folyamatosan emelkedik az élelmiszernek az ár. A sivatagosodás ugye alapvetően Európában, Európának a nagy részén nem érzékelhető, Dél-Európában vannak olyan területek, azonban abban a pillanatban, ha kilépünk Európából, Afrikába, Ázsiába, ott ezzel a problémával szembesülni kell. Hasonlóan egyébként a közvetlen következménnyel, implikációval ez pedig az édesvíznek a fogyása. A Földön majd látni fogjuk, az édesvíz mennyisége állandó. Az, hogy milyen formában van jelen, az viszont nagyon változó. Esőben, csapadék formájában, felhőben, a tengerek és óceánok vizében, a folyók vizében, a tavakban, vagy a felszín alatti vizekben, vagy éppenséggel az északi és déli sarki jegében, hómennyiségében, ez nagyon-nagyon változó. Azonban az édesvíz mennyisége az egy állandó mennyiség, az nem lesz se több, se kevesebb, maximum a formája változik. Egyszer eső, egyszer jég, egyszer folyó, egyszer felszín alatti víz, de állandó mennyiség. Azonban egy dolog az nagyon-nagyon nem állandó, méghozzá az emberiségnek a létszáma. Most 8,5 milliárdan leszünk lassan-lassan a Földön, ugye évente durván olyan 70 millióval emelkedik a Földnek a lakossága, ugye a 8 milliárdot az körülbelül elérjük, 10 év múlva valahol elérjük a 8,5 milliárdot, és onnan határa csillagos ég. Én nem akarok belemenni most ilyen feltételezésekbe, ugye a Malthus-féle, hol van a csúcs,
azt szokták mondani már, mint az emberiség létszámának a csúcsa, amit még a Föld, mint ökológiai egység el tud tartani, azt szokták mondani, hogy valahol 10 és 11 milliárd között van, de ezek becslések. Lehetséges, hogy 13 milliárd ember tud eltartani a Föld, lehet, hogy 14 milliárdot, csak nem olyan körülmények között, mint most, amikor bemegyünk egy boltba és megveszünk mindent. Ha otthon termeljük, akkor kimegyünk és szedünk paradicsomot, paprikát, meg éppenséggel diót, ha lenne, csak hát évek óta nincs, és megvásároljuk, és marha drága. Úgyhogy az emberiség létszáma vagy lélekszáma folyamatosan növekszik. Most lassul egy kicsit ez a növekedés, de ahhoz, hogy a stagnálást elérjük valahol, annak még egy jó pár évtized kell. Ugye Kína, India hatékony, hát hogy úgy mondjam, népesedési politikát próbál bevezetni. Ennek pontosan látjuk a következményeit. Kínában effektíve a társadalombiztosítási rendszer, ha van olyan, de mondjuk szociális rendszer az össze fog omlani néhány évtizeden belül. Nem úgy egyébként, vagy inkább azt mondom, hogy nem eltérő módon Európában, de más okok miatt, teljesen más okok miatt. Azonban például Afrikában ilyen hatékony népesedési politika jelenleg még nem látható, és hamarosan majd fogjuk látni, hogy milyen népesség többlettel kell szembenézni ezeknek a kontinenseknek, és hát ugye a talaj erózió, a talaj vesztés, a folyamatos mezőgazdasági területek elveszejtés az milyen élelmiszerbiztonsági problémákat okoz. Hogyha megnézzük ezt a térképet, én nagyon kedvelem, ez a térkép, ez egy torzított térkép, és azt mutatja, hogyha a világ térképet hozzá idomítanánk, vagy hozzá igazítanánk, a népesség számhoz, akkor körülbelül így néz neki a világ térkép. Ugye láthatunk egy hatalmas Kínát, egy óriási Indiát, egy viszonylag nagy Japán, Indonézia, megnézhetjük ugye az afrikai országokat is, vagy éppenséggel Brazíliát, hasonlóan Mexikóhoz. A világ térkép az körülbelül így néz neki, hogyha népesség szám alapján lenne megszabva egy világ, de persze tudjuk, hogy nem így néz ki az az egyes területeken, persze óriási területeken többen élnek, egyes területeken pedig kevesebben. Szerintem ez a kis grafika nagyon sok mindent elmond, ugyanis nézzük meg, hogy 2010-ben, alig 10 évvel ezelőtt melyek voltak a világ legnagyobb, nem is városoknak mondanám ezeket, hanem ilyen metropoliszoknak, hatalmas város együtteseknek. Ugye Tokiót láthatjuk, ott láthatunk egy New Yorkot azért, láthatunk néhány kínai település, ugye Shanghai, Pekinget, láthatunk indiai településeket, vagy Mexikóváros, de hogyha megnézzük a 2100-ra várható legnagyobb településeket, akkor azt láthatjuk, hogy ezeknek a településeknek a 100%-a a globális délen, azaz fejlődő, most fejlődő országok területén lesz található, és amit látunk a baloldali listán, az nem igazán látható, vagy található a jobboldaliban néhány város, talán Dhaka, ugye Bangladesnek a fővárosát kivéve. Hogyha megnézzük, akkor 2100-ra, bocsánat, ezek lesznek a világ legnagyobb települései. 88 millió lakos, srácok, az Magyarországnak több mint 8-szorosa. Magyarország 8-szorosa, több mint 8-szorosa fog lakni egy város együttesben. Ezeket ne úgy képzeljétek el, ezeket a városokat, hogy egy darab város mag van, és bemegyünk a Széchenyi térre vagy a Kossuth térre, és akkor ott a városnak a központja, hanem számtalan központja és alközpontja lesz ezeknek a városoknak. Lényegében olyan város együttesek, metropoliszok, hogy megyünk, és most, ahogy kiérünk Pécsről, akkor így vége van a városnak, ezeknek a városoknak kvázi nem lesz végük, mint egyébként Tokiónak most sem igazán, hanem folyamatosan egy adott városon belül fogunk mozogni. Maga a klímaváltozás folyamata, amit még egyszer mondok, 95%-ban már a tudósok is elfogadnak, hogy létezik. Persze van 5%-nyi klímaszkeptikus, akik ilyen klímatagadó, klímaváltozás tagadó, akik megpróbálják ugye a klímaváltozásnak a tényét elfedni, megvásítani, megkérdőjelezni, kritizálni. Természetesen hoznak olyan állításokat, amelyek én azt gondolom, hogy akceptálhatók is néhány esetben, mondjuk a jegesmedve kérdésben, amikor ugye látjuk azokat a képeket, hogy egész egyszerűen megszűnik a klímaváltozás következtében a jegesmaciknak az élőhelye, és hogy ez miért van, és hát van egy másik folyamat, egy másik állítás is, méghozzá az, hogy azért az elmúlt 50-60 évben
a különböző állatvédelmi, globális állatvédelmi törvények hatására a jegesmedve populációnak a száma az meg 6-szorozódott. Azaz, amikor látunk olyan képeket, hogy a jegesmedvének elolvad az élőhelye, a másik oldalon azonnal hozzáteszik a klímaszkeptikusok, persze csak 6-szor annyi jegesmedve él most a világon, mint 50 évvel ezelőtt, és lám-lám, akkor ez megint csak nem olyan állítás, amit el lehet fogadni. Tény is való, hogy lehet ezeket akceptálni, némelyeket lehet értelmezni, azonban ma már én azt gondolom a tudós társadalom jelentős része, és ez alapján a politikusok is, még a végén Donald Trump, amerikai elnök is, aki egyébként mindenféle összeesküvés elméletnek, meg hoaxnak, meg mit tudom én, minek vélte a klímaváltozást, a végére ő is, a kormányzásának a végére, ő is azt mondta, hogy természetesen elfogadja, és a tudósai meggyőzték, hogy hát van ilyen folyamat. Úgyhogy még a klímaszkeptikus amerikai elnök is elfogadta ezt. Ugye, ami a következményként szerepel, amit mi politika tudósok, történészek, társadalomtudósok tudunk értelmezni, az az, hogy az egyensúlynak a megbomlása és tartósá válása az milyen társadalmi és környezeti konfliktusokhoz vezet. Valójában mi ezt tudjuk értelmezni. Én nem tudom, politológusként nem tudok hozzászólni a jegesmacik élőhelyének a változásához, mert nem látom nap, mint nap. Ahhoz sem, hogy gyakrabban vannak viharok, vagy nem. Elfogadom azt, hogy mások ezzel foglalkoznak, és leírják, hogy gyakrabban vannak viharok, jégesők és áradások, mint régebben. A környezeti konfliktusoknak a jellemzője az, hogy komplex folyamatok, ez azt hiszem, hogy ez evidencia, és alapvetően olyan hatásokat hoznak létre, amelyeket nem lehet majd később visszafordítani. És azt is meg szeretném említeni, és ez a harmadik legfontosabb pont talán, hogy a konfliktusokat nagyon sok esetben társadalmi szereplők, azaz államok, cégek, multinacionális vállalatok, maga a népesség idézi elő, és ezáltal egy környezeti konfliktusból tovább sodorja egy újabb konfliktusba az adott régiót, országot, társadalmat, és ebből viszont nagyon komoly fegyveres konfliktusok alakulhatnak ki. Itt van ez az első ábra, ami elsőre ilyen nagyon-nagyon bonyolultnak tűnik, de egyébként, hogyha megnézzük, akkor abszolút nem bonyolult, hanem megpróbálja egy ábrán belül bemutatni azt a jelenséget, amely ökológiai migrációhoz vezet. Az ökológiai migráció pedig azt jelenti, hogy minden olyan migrációs folyamat, azaz egy lakóhelyjel, élőhelyjel, vagy annak megváltozásával együtt járó folyamat, amely embereket kimozdít az adott helyükről, és egy másik lakóhelyet jelöl ki számukra, vagy ők maguk másik lakóhelyet választanak. Az, hogy milyen időintervallumban beszélünk migrációról, ez nagyon-nagyon változó, van, aki 3 hónapot, van, aki fél évet, van, aki 1 évet mond, azaz egy adott ember más lakóhelyen való élése, más élőhelyen való lakása, az milyen időintervallumon belül történik, ez egy nagyon-nagyon változó intervallum, változó periódus. Ugye az első legfontosabb az a népességrobbanás, amiről beszéltem, tehát egész egyszerűen a túlnépesedés az olyan migrációs folyamatokat indít el, amely migrációs folyamatok egyébként a történelem során több esetben már megtörténtek, de a 21. században szintén jelen van ez a folyamat. A következő az maga a klímaváltozás, amire, mint említettem, mindent ráhozunk, de a klímaváltozás az a környezeti konfliktusoknak csak az egyik jellemzője, részben előidézője, részben pedig hatása, mindennel együtt, amit említettem. Elsősorban egyébként itt a természeti katasztrófák lesznek azok, amelyek embereket arra sarkalnak, arra kényszerítenek, hogy elhagyják a saját élőhelyüket. A harmadik pedig egyértelműen az emberek által előidézett különböző katasztrófák. Ezeket úgy is hívjuk, hogy antropogén jellegű katasztrófák. Hát ilyen volt például a Csernobili atomerőműnek a katasztrófája, onnan evakuálni kellett az embereket. Ilyenek a különböző áradások. Ilyen például a 2004-ben történt Dél-Kelet-Ázsiában, Indiában, Sri Lankán, Tájföldön történt cunami, szökőár, amelynek következtében több százezer embert kellett evakuálni. Később fogok majd képeket mutatni, és ez együttesen fog egy úgynevezett ökológiai migráció elnevezésű folyamatot létrehozni, amelynek
egy kisebb szelete, egy szűkebb szelete az úgynevezett klímamigráció, mert hogyan lehetne kizárólag a klímaváltozásra visszavezetni magát a migrációs folyamatot, ezt én azt gondolom, hogy szinte lehetetlen. Az utolsó pontban majd fogok beszélni, vagy az utolsó percekben fogok egy kicsit beszélni a jogi relevanciákról, azaz, hogy a nemzetközi jog az miként próbálja meg kezelni ezt az egyre komolyabb és komolyabb helyzetet. Egy kicsit most próbálok játszani itt a kifejezésekkel, és azzal az abszolúttal, amit megadtam, amikor le kellett adni ennek az előadásnak a bevezetőjét, hogy hát valóban 1 milliárd ember akar-e útra kelni. Ugye ez egy jó kérdés, mert így mindenki el tudja helyezni, hogy milyen volt az, amikor 1,3 millió ember érkezett 6 évvel ezelőtt. És tehát valóban az, amivel riogatnak, hogy 1 milliárd ember fog itt majd útra kelni, és akkor berúgják Európa kapuját, és elárasztják Európát, hogy ez igaz-e? És ezt valóban én sem tudok erre 100%-os válaszolni, de megpróbálok. A mostani, én azt gondolom, hogy tudományos szempontból, szakmai szempontból legelfogadottabb prognózis, azt az ENSZ-nek a migrációval foglalkozó speciális szervezete, az IOM próbálta meghatározni, ami azt mondták, és egyébként ez elfogadhatatlan számomra, én azt gondolom, hogy értelmezhetetlen, hogy 2050-re, és nagyon-nagyon sokszor használják már valóban a 2050-et, mert egy ilyen belátható közelségben hozza ezt az egész katasztrófát, 2050-re az úgynevezett klíma vagy környezeti menekültek, vándorok száma elérheti a 200 milliót, de nem kizárt az 1 milliárd fő sem. Ez nekem társadalomtudósként értelmezhetetlen, mert mit jelent az, hogy 200 millió, meg mit jelent az, hogy 1 milliárd? 1 milliárd ember helyváltoztatása értelmezhetetlenül sok. Tehát egyszerűen nem tudod értelmezni, hogy mit jelent. Több százezer is nagyon sok, de azt még úgy nagyjából el tudod képzelni. 1 milliárdot vagy 200 milliót kvázi nem lehet elképzelni. 200 millió vándor az a világ egyik legnagyobb országát tenni most ki. Ami azt jelenteni, lélekszámú országát, ami azt jelenteni, hogy lenne egy olyan ország, hogy vándorok vagy menekültek országa, és hopp, az első 10 legnagyobb lélekszámú ország közé kerülne, ami mondom még egyszer, szinte értelmezhetetlen, és hát hogyha mégiscsak megpróbálnánk értelmezni, akkor egy kicsit közelebbről érdemes megszemlélni ezt a problémát. 2021. februárjában, tehát idén februárban, a kinevezését követően 3 hónappal Joe Biden amerikai elnök berendelte az ország migrációval foglalkozó tudósait, és adott nekik egy olyan feladatot, amelyet a tudósok a nyár folyamán végre is hajtottak, mégpedig azt kérte tőlük, hogy próbálják meg meghatározni a klímamigrációnak a definícióját. Ugye, mint említettem, ez nem annyira új fogalom, 1980-es évek közepén a UNDP, itt látható, az az ENSZ-nek egy környezetvédelemmel foglalkozó szerve már használta azt a kifejezést, hogy környezeti migráns, de azt a kifejezést, hogy klímamigráció, meg klímamenekült, meg klímamigráns, ezt a nemzetközi jog még nem ismeri. És a 2010-es években kezdte el használni, a Joe Biden pedig azt kérte, hogy próbálják bármilyen meghatározni az amerikai tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy mégis hány emberről van szó. Mert nagyon nem mindegy, hogy 200 millió vagy 1 milliárd emberről beszélünk. Egyszerűen nem lehet értelmezni a különbséget. És ezek az emberek nyára letettek egy jelentést, és ebben a jelentésben leírtak egy darab számot, amit már az amerikaiak is tudtak értelmezni, és mi is fogunk tudni értelmezni, és ez a szám az nagyon-nagyon kellemetlen nekünk is. Az amerikai jelentésben, a 2021 nyarán kijött jelentésben 143 millió olyan emberről írnak, aki 2050-ig kényszerűen környezeti vagy klíma okokból el kell, hogy hagyják a lakhelyüket. Most ugye említettem nektek, hogy vagy maguknak, nem tudom nektek, jó? Nektek, hogy valójában a migránsok száma már most is több mint 200 millió fő. Ez a világ egyik legnagyobb kvázi nem létező országa. Hogyha 143 millió plusz fővel számolunk, akkor ez azt jelenti, hogy a környezeti változások, a környezeti katasztrófák, a környezeti konfliktusok, a természeti katasztrófák, azok hozzátesznek még 143 millió főt az egyébként is óriási migráns tömeghez, és létrehoznak egy olyan óriási masszát, amelynek a kezelésére
Egyelőre sem az ENSZ, sem a fejlett országok, az Amerikai Egyesült Államokat is belevéve, vagy belefoglalva, nincs felkészülve. Ugye az egész történet innen indul, mert hogy a kettő között a két úgynevezett klímamigrációt, környezeti migrációt kiváltó folyamat között nagyon-nagyon nagy különbség. És ezt az ENSZ is már meghatározta, van az úgynevezett lassú lefolyású környezeti változás és a gyors lefolyású környezeti változás. A gyorsat azt tudjuk értelmezni, természeti katasztrófa van, kijönt egy folyó, történik egy atomkatasztrófa, ne adj Isten, történt több, ezért merem említeni, vagy éppenséggel evakuálni kell embereket a hurikán miatt, akkor teljesen értelmezhető az, hogy gyors lefolyási folyamatról van szó, ez a rapid onset, átelepítenek pár százezer vagy pár tízezer embert, és megvan oldva idézőjelben a kérdés, az adott emberek, akiket kitelepítenek, fogják, és amikor elvonul a probléma, akkor visszaköltöznek, ugye? Ha van hova visszaköltözni. Ez a legnagyobb kérdés. A lassú lefolyású viszont igazából értelmezhetetlen, mert mi alapján veszi rá az embert előre valami, hogy elköltözzön a lakhelyéről? Ugye alapvetően én azt gondolom, hogy itt kell tenni egy nagyon fontos megállapítást, méghozzá az, hogy a környezeti okokból történő migráció, az ma még nem a legjellemzőbb migrációs forma. Sőt, ki szeretném emelni, sőt, valójában nem is nagyon van ilyen. Tehát amiről én beszélek egész eddig, az egy science fiction volt, aztán annyira mégsem egyébként, mert hogy valójában van ilyen, csak sok másik tényezővel együtt tudjuk értelmezni. Milyen tényezőkkel? Társadalmi tényezőkkel, gazdasági tényezőkkel, azaz, hogyha már valakinek útra kell kelnie, és egyébként a környezet romlás ad egy újabb rugást, egy újabb lökést, hogy te menj el innen, mert nincs tiszta víz, mert nagyon-nagyon koszos a levegő, és a gyerekeid meg fognak fulladni, vagy te magad megbetegszel. Vagy egyébként folyamatosan emelkedik a tengervízszint, és egyszerűen megszűnik a lakóhelyed, akkor alapvetően az a döntés, amely megszületik egy adott emberben, az egy lassú lefolyású döntés lesz. Még egyszer mondom, nem természeti katasztrófáról beszélek, hogy kijött a folyó és elmossa a házamat, az egy másik történet. A döntés az mindig minden esetben gazdasági és társadalmi döntéseknek az összessége. Mert alapvetően ahol környezeti konfliktus van, ott mindig lesz valamilyen társadalmi és gazdasági konfliktus. És ez teljesen egyértelmű, erre fogok majd példát mutatni egyébként. És innentől kezdve bejön egy újabb fogalom, ami... Hát nagy fejtörést okoz a nemzetközi jognak, és ez az, megígérem az utolsó szlájt, ha jól emlékszem, ahol van írás, hogy mi tekinthető innentől kezdve menekültnek, mert alapvetően 1951-ben az akkori menekült egyezményben, illetve a 67-es kiegészítésében meghatározzák a menekült fogalmát, és azóta ez a menekült fogalom, ami csiszolásra kerül, de valójában ezt használják. 1951. Hol volt 1951-ben olyan fogalom, hogy klímaváltozás, globális felmelegedés? Sehol. Értelmezhetetlen, ugye? Miről szólt a történet? Háború elől, fegyveres konfliktus elől, politikai üldöztetés elől. Nem értelmezhető az, hogy gazdasági menekült, ugye ilyen fogalom valójában nem létezik. Nem értelmezhető az, hogy klíma menekült, nem is tudják, hogy miről van szó. Az ESZ megpróbálta ezt a fogalmat fejleszteni, és olyan falakba ütközött, amely falakat már a fejlett országok, többek között Magyarország is egyébként az ENSZ új értelmezése elé húzott, teljesen érthető módon, méghozzá az, hogyha elismerjük az új menekült fogalmakat, akkor a mostani menekült kategóriába valójában már szinte mindenki beleeshet, ugyanis a környezetromlás az előidézhet olyan állapotot, hogy a menekült státuszra olyan is jogosult, aki egyébként nem háborús okok, nem fegyveres konfliktus vagy bármi elől menekül, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy nem volt tiszta ivóvíz az adott helyen, ahol élek. Érthető, ugye? Értelmezhető. És nem mindegy az, hogy 1,3 millió ember esetében kell a menekült státusz, vagy a valamilyen menedékes kérelmet elbírálni, hanem teszem azt 25 millió ember esetében, vagy 100 millió ember esetében is. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ami nem működött 1,3 millió esetében 6 évvel ezelőtt, akkor az miért várjuk el, hogy működjön mondjuk 50 millió ember esetében? Lehetetlen. Nincs olyan ország, nincs olyan államigazgatás, nincs olyan struktúra, nincs olyan rendészeti igazgatás, amely képes lenne 50 vagy 100 millió emberre bármit is kezdeni.
hangsúlyoznám, most még legalábbis ezt nem ismerjük, sem falak, sem kerítések, sem egyébként a rendészeti igazgatás. Nem képesek. Ezért a kérdés az, hogy mit évők legyünk, mert hogy valamilyen választ viszont kell találni erre a problémára, hiszen a válasz bármennyire is ilyen fikciósnak hangzik elsőre, velünk van. Ez a kép, ez a 2004-es cunami után készült, amely valójában letarolja ugye délkelet Ázsiának a partvidékét, több tízezer ember meghal, több mint 2000 ember eltűnik, el kell költöznie. Én láttam Tájföldön, hogy milyen pusztítás okozott, egyébként ott már kisebb volt a cunaminak a pusztítása, hát konkrétan a part menti 2-3-400 méteres területen effektíve nem volt semmi, és ez a cunami után egyébként 11 évvel történt, semmi az égvilágon nem volt, alapvetően megszüntette az embereknek a part menti életet. Mutatnék még egy következő fotót, ez nem Dél-Kelet-Ázsiában készült, tehát amíg azt gondoljuk, hogy csak a fejletlen országokat, vagy a fejlődő országokat éri ezek a természeti katasztrófák, akkor mondanám, hogy ezt a képet 2005-ben New Orleansban, az Amerikai Egyesült Államokban készítették, ahol a napok óta tartó esőzések és az áradások, azok effektíve letarolták New Orleans városát, ez Louisianában található, egy fejlett amerikai városról beszélünk, szintén több száz ember meghalt, több tízezer embert kellett kitelepíteni, úgy egyébként, hogy az amerikai hatóságok erre éppenséggel nem voltak felkészülve, ugyanis az amerikai hadsereg éppen Irakban, meg Afganisztánban harcolt, úgyhogy onnan kellett hazahozni, meg hazahívni szállítógépeket, hogy embereket tudjanak szállítani. A világ legfejlettebb technológiai szempontból, katonai szempontból legfejlettebb országában. Nem tudott az Amerikai Egyesült Államok hatékony választ adni erre a problémára. Hasonlóan miért vártuk volna el, hogy Haiti, ez a végtelenül szerencsétlen sorsú sziget rész választ adjon a problémákra, amelyet egyébként a földrengés követően letarolt egy hurrikán is, ugye a hurrikánokat először nőkről nevezték el, bocsánatot kérek, női neveket kaptak a hurrikánok, úgy gondolták, hogy ez poénos, de aztán ugye a politikai korrektség kapcsán így az elmúlt években már férfiak után is elnevezték, ez éppenséggel az Iván, vagy Ivan hurrikánnak a pusztítása Haitin, amely lényegében a világ egyik legszegényebb országát, amelyet összedöntött egy földrengés, hát elpusztított, és hasonlóan Puerto Ricohoz is más Karib-szigeteki szigetekhez, illetve térségekhez, amire megint csak nem igazán lehetett felkészülni, és akkor mi történik? Újra kell építeni, újra építi, újra hurikán, újra letarolja, akkor egy idő után az emberek innen el fognak költözni, el akarnak költözni, és hova szeretnének menni Haitiról? Nagyon egyszerű, az Amerikai Egyesült Államokba. Mindenki oda akar menni, nem Mexikóba akarnak menni, nem Dél-Amerikába akarnak menni, ami hasonló problémákkal küzd, hanem az Amerikai Egyesült Államokban, és ezt úgy, hívjuk egyébként, hogy kényszer migráció. Egyszerűen az embereknek el kell költözniük, hogyha megszűnik az élőhelyük, megszűnik a lakóhelyük, megszűnik az életterük, az ökológiai életterük, akár valamilyen vészhelyzet, akár pedig megelőzés céljából, és még egyszer felteszem nektek a kérdést, maguknak a kérdést, hogy ha feldobom azt a labdát, hogy valaki azt mondja, hogy 10 vagy 15 éven belül ez a térség élhetetlenné válik, akkor hányan döntenek úgy, hogy igen, költözzünk el, mert valami történik, és mi van, hogyha nem? Hányszor tévedett a tudomány? Hányszor mondta a tudomány ezt, hogy valami fog történni, és valójában még mindig van olajunk? Hát azt mondták, hogy 2000-re elfogy az olaj, de hát én mindig tankolok. Hát igaz, hogy egyre nehézkesebben, de még mindig tankolok. Nem fognak működni atomerőművek, mert leszereljük őket. Aztán, hát érdekes mondom, úgy tudom, hogy mi mindig működnek atomerőművek, tehát a tudománynak az elfogadásában is, pláne a 21. században, ahol a közösségi média ontja a szakértőket, ugye, Magyarország is 10 millió szakértője mindennek, a virológusok, a szövetségi kapitányok, az energia szakértőknek az országa vagyunk, klimatológusok országa is vagyunk, természetesen arra, és migrációs szakértők is vagyunk, 10 millióan. Alapvetően ugye szkeptikusak vagyunk, hogy valóban igaz az, amit a tudósok mondanak. Hát valóban történik valami ilyesmi? Hát ez egy jó kérdés. És alapvetően, amikor migrációról beszélünk, akkor van a migrációnek egy alapszakirodalma, amelynek alaptudása, egy alap módszertana,
amely alapján értelmezni tudjuk a migrációs folyamatokat. És számunkra a klímaváltozás, a környezeti változások, azok itt toló tényezőként, úgynevezett push tényezőként jelennek meg, teljesen direkt formában, teljesen közvetlen formában, amit nyomon tudunk követni, és olyan formában, amely hát egy lehetséges forgatókönyvet jelöl ki a migránsok számára. És említettem, hogy hát vannak olyan jelenségek, amelyek már most velünk vannak, itt Karib-szigeteki térségek láthatók, amelyeket szépen lassan, centiméterről centiméterre elnyel az indiai, illetve csendes óceán. A jobb alsóképpen éppenséggel Velencét láthatjuk, amelyet minden évben egyre gyakrabban és egyre komolyabb mértékben áraszt el a víz. Azonban, hogyha visszatérünk azokra a térségekre, amelyek valóban az első úgynevezett klímamenekülteket kibocsátották, vagy klímamigránsokat kibocsátották, akkor itt meg kell említenünk olyan országokat, vagy olyan, nem feltétlenül országokat, de mondjuk szigeteket, mint például a Marshall-szigetek, Tuvalu, Kiribati, ugye Diogo Garcia amerikai katonai támaszpont például, amely most már víz alá került többek között. És hogyha megnézzük, akkor pontosan így néznek ki ezek a szigetek, némelyik ország, némelyik nem. Mert szépen lassan a víz alá kerülnek, és innen tényleg el kell költözni, mert egyébként nincs más lehetőség. Az első elköltözők egyébként, mint említettem, Tuvalu, meg Kiribati, meg a Marshall-szigetekről, meg a Maldív-szigetekről, ugye mi lefoglaljuk a repülőjét a Maldív-szigetekre, csodálatos dolog, csodálatos. Ugye bakancslistára fölkerül, és akkor mindenki oda szeretne menni, ugyanakkor akik ott élnek emberek, ők menekülnének, mert hogy egyszerűen víz alá kerül a szigetük. És az első ilyen klíma menekültek a 2010-es évek elején próbáltak meg más országokba menni. Hát természetesen innen hova akartak menni? Egyértelmű a válasz, Ausztráliába. Értelemszerűen nem Indiába, nem Sri Lankára. Ausztrália megtagadta ezen menekültek beengedését, azonban Új-Zéland adott egy ilyen különleges vízumtípust, kiállított egy vízumtípust, amely meghatározott számú ilyen szigetekről, víz alá kerülő szigetekről érkező menekültet beengedett, úgyhogy Új-Zéland az ilyen, most mondjam, hogy hány ember, 50, 75, 20, itt ilyen számokról beszélünk, nem 1 milliárdról, hanem 50-ről, ami értelmezhető. Ami a mi esetben az adminisztratív, meg a bürokratikus különböző procedúrák lefolytathatók. Új-Zéland megnyitotta a kapukat, és mondta, hogy aki ilyen okból érkezik, és megkapja ezt a vízumot, kivizsgálják, ő bejöhet Új-Zélandra. Sri Lankára is mentek, Indiába is mentek, de hát természetesen elsősorban azért egy fejlett ország területére, fejlett térségbe igyekeznek. Ugye nagyon-nagyon érdekes, és hát némely szempontból vicces is volt ez a sajtótájékoztató, amelyet két hete tartott Kiribatinak az elnöke, ugyanis úgy próbálta felhívni a figyelmet a glasgowi klímacsúcsnak a résztvevői, vagy a figyelmet a glasgowi klímacsúcson résztvevő országok vezetőinek, hogy a tengerben állva adott sajtótájékoztatót, így felhívva a figyelmet arra, hogy lényegében Kiribati az a sziget, amely valóban el fog süllyedni, az első olyan sziget, amely valóban el fog tűnni, az javarészt már víz alatt van, ahol áll most Kiribatinak az elnöke, az 10 évvel ezelőtt egy sima egyszerű tengerparti rész volt, homokos tengerparti rész, most ott nincs semmi, csak a tenger, úgyhogy a tenger vízszint emelkedés az bizony egy teljesen reális forgatókönyv, és majd erre fogok is még mutatni ábrákat. A következő, amelyre fel szeretném hívni a figyelmet, az a sivatagosodás, az aszály, illetve a vízhiánynak a hatása erre az egész folyamatra. Hogyha megnézik ezt az ábrát, akkor azt lehet látni, hogy az egyre sötétebb színek jelölik az aszályos területeket, azokat a területeket, amelyek aszály, illetve vízhiány szempontjából kockázatos, veszélyeztetett térségek. És hát azt láthatjuk egyébként, hogy az aszályos területek, illetve a vízhiányra sújtott térségek nagyon nagy részben fedik egymást, és hát felszeretném hívni a figyelmeteket arra,
hogy azt gondolnánk, hogy Európa még mindig nem veszélyeztetett, és ha megnézzük ezt a térképet, bizony, Európának vannak olyan térségei, Dél-Európa, Olaszország déli része, Spanyolország, illetve Kelet-Európa, balkáni térségek, amelyek bizony veszélyeztetettek, akár vízhiány, akár pedig aszály vagy sivatagosodás kapcsán. És ugye nekem mindig egy ilyen veszőparipám ez a víz történet, mert hogyha azt nem értjük meg, hogy édesvíz nélkül nincs élet, egyszerűen nincs túlélés édesvíz nélkül, akkor én azt gondolom, hogy semmi más nem fogunk megérteni. És folyamatosan mindenhol, idesova 10-15 éve elmondom azt, hogy a víz az, amiből egyszerűen nincsen több. Az nem lesz, nincs olyan, hogy létrehozunk vizet jelenleg. Még legalábbis én nem tudok róla, hogy létre tudunk hozni vizet. Valaki föltetti a kezdet és mondta, hogy de mi a helyzet a sótalanítással. Hát nagyon jó technológia a sótalanítás. Izrael, Szaúd-Arábia, meg nagyon sok másik ország, Libanon, stb. Ciprus, most néztem, Törökország, Málta, és nagyon sok ország használja a sótalanítást. Két probléma van a sótalanítással. Az egyik, hogy nagyon drága maga a technológia, nagyon nehézkes a technológia, kettő, valójában fogyasztásra alkalmas édesvizet nem tudnak még mindig előállítani tengervízből, hanem mire használják azt a vizet? Elsősorban vagy kommunális fogyasztásra, mondjuk a WC-nek a lehúzására, vagy mezőgazdasági öntözésre használják, másra igazán az a víz nem alkalmas. Maga az édesvíz mennyiség, amely rendelkezésünkre áll, az látható, hogy ez a nagyon-nagyon-nagyon pici, nagyon kis keskeny szelet, amely a globális édesvíz készletet jelenti, ugye a 100%-ból 3% az, amely édesvíz, és a jobb oldali ábrán meg tudják nézni, hogy ennek a 3%-a hogy oszlik még el, és valójában azt lehet látni, hogy amit mi használni tudunk, az a felszíni és a légkörű vizek. A felszíni vizek ugye itt is alapvetően a különböző folyó, folyamok, illetve tavak. Valamint a felszín alatti vizek, ugye Magyarországon az ivóvízünknek a 99%-át felszín alatti vízből nyerjük ki. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy Duna vizet iszik, meg Balaton vizet, nem, röviden nem. Magyarországon nem iszunk folyami vizet, meg tóból sem iszunk, hanem felszín alatti vizeket fogyasztunk 99%-ban. Azonban nagyon sok esetben ez egyszerűen nem megoldható. Még a mai napig vannak olyan, a világnak olyan részei, ahol felszíni vizekből történik meg a víz kivétel. Nálunk Magyarországon 150 éve nem. 100 éve, 150 éve nem. Afrikában nagyon sok helyen, Ázsiában még mindig nagyon sok helyen felszíni vizekből történik vízkivétel, amely hát komoly betegségeket, járványokat jelenthet. Itt egy elég megdöbbentő képet hoztam, ez Indonéziában készítették ezt a képet. A világ legszennyezettebb folyója Indonéziában található. Gyermekek fürdenek, nem tudom, lehet-e látni, itt gyerekek fürdenek ebben a vízben. Én azt gondolom, hogy azért nálunk ezek a képek megint csak egyszerűen nem lennének értelmezhetők. Hasonlóan egyébként ahhoz, hogy amikor kimondom azt, és magam is szembesülök vele, hogy 2009-ben megjelent egy vízkonfliktusokkal foglalkozó könyvünk, ahol leírtam még akkor, hogy 1,3 milliárd ember nem jut, vagy nagy nehézségek árán jut ivóvízhez, és most, hogyha leellenőrizzük ezeket a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy 2,4 milliárd ember a 8-ból nem rendelkezik, vagy nagy nehézségek árán jut hozzá tiszta ivóvízhez, ami egyszerűen értelmezhetetlen, mert mi hazamegyünk, kinyitjuk a csapot, és mondhatjuk, hogy hú, de nem jó a víz, meg milyen rossz íze van, azonban a vízíható, én innen hátulról hoztam most a vizet, pontosan amiatt, mert Magyarországon 100%-ban, legalábbis itt Baranyában, itt, ahol most vagyunk, ez nem igaz, de ebben nem menjünk bele, tehát mert nagy részén iható a víz. A világ jelentős részén azonban nem így van. És hogy érteni tudjuk, hogy ez hogyan működik, ezt a 2,4 milliárdot sem igazán tudjuk értelmezni, mert ez a világ össznépességének nagyon az egy harmada, akik nem jutnak hozzá tiszta ivóvízhez, és egyébként 2025-re, hogyha megnézitek, akkor bizony, itt nagyon-nagyon-nagyon sok országot jelölnek, amely nagy nehézségek állán, többek között Magyarország is egyébként narancssal van jelölve, és pontosan amiatt, mert a kitettségünk, és erre ezzel kapcsolatban hoztam könyvet majd, akinek még nincs, nyugodtan vigyen, akinek jut, mert Magyarországnak a kitettség az pontosan abban rejlik,
hogy a Magyarországra érkező folyóvizeknek a 98% az külföldi, idegen országból érkezik Magyarország területére. És több víz folyik ki Magyarországról, mint amennyibe érkezik. Magyarul a víz szempontjából Magyarország negatív számokat mutat. Ugye ez egy 3D probléma, ez csak tényleg hoztam egy ilyen ábrát, hogy megértsük ezt a problémát, amely kényszer vagy önkéntes migrációra sarkal embereket. Ugye ez a 3D probléma, a vizekkel kapcsolatos probléma, a szárazság, a növekvő fogyasztás, a vízhiány, az áradások, az aszály, a tengervízszint emelkedés, és egyébként a vizeknek a szennyezettsége, valamint a felszín alatti vizek és a szennyvízkezelés hiánya jelenti azokat a faktorokat, amelyek embereket kimozdíthatnak a saját élőhelyükről. Ugye elképzelhetetlen megint csak az, hogy megnyitjuk itthon a csapot, és iszunk vizet, vagy főzünk vele, vagy mosunk, vagy letusolunk, stb. Ez Dakarban készült ez a kép Bangladesben, és direkt választottam Dakar Bangladesh, mert a Bangladesh a világ egyik legtúlnépesedettebb országa, és környezeti szempontból, környezeti konfliktusok szempontjából is az egyik legterheltebb ország Bangladesh. Én nem véletlen egyébként, hogy Bangladesh az összes létező konfliktus formát, ami most a 21. században előfordul, az sajnos produkálja a társadalmi konfliktusoktól kezdődően a terrorizmusnak a terjedésén át, a radikalizmus terjedésén keresztül. Bangladesh az összes ilyet produkálja, és Bangladeshben bizonyos negyedekben így lehet vízhez jutni, azokban a vödörökben, amit hát nem tudom, hogy hirtelen nem tűnik annyira nagyon tisztának ez az edénykészlet, ez a tupper edénykészlet. Hát sajnos az a helyzet, hogy ezzel megint csak nap mint nap szembesülnek. Hasonlóan egyébként Afrikában már ilyen megoldások vannak, ahol az asszonyoknak semmi más feladatuk nincs, csak vízhez juttatni a családot. Egész nap ezt csinálják, meg a fiatal lányok is iskola helyett. Elmennek reggel és délutánra vizet hoznak, és nem vödörben cipelik, hanem kitaláltak ilyen hordókat, amelyeket lehet görgetni, és ezzel nagyobb mennyiségű vizet tudnak az egyébként egyre növekvő családoknak vinni. Nagyon fontos térkép, a Wilson Center, ez egy nagyon híres kutatóintézet, a Wilson Center, egy központ az összegyűjtötte azokat a térségeket, amelyek biztonsági szempontból a jövőben konfliktus gócok lehetnek, és ugye megjelölte ezeknek a konfliktusoknak a nagyságát, hogy amennyiben nagyobbak ezek a kis hullámok, annyival nagyobb a lehetősége annak, hogy konfliktusok alakulnak ki, kizárólag a víz megszerzése és megtartása kapcsán. És szeretném fölhívni a figyelmeteket arra, hogy bizony, ez megint csak nem csak a globális dél országait érinti, hanem a globális észak országait is, akár Európában, akár Észak-Amerikában, mondjuk például Kanadában, amiről nem is gondolnák, hogy Kanada és az Amerikai Egyesült Államok között bármilyen diplomáciai, politikai problémát okozhat a víz, de igen, mert az Amerikai Egyesült Államoknak egyre nagyobb és nagyobb édesvíz mennyiséget kell beszereznie, és ez az édesvíz mennyiség jelentős része ez most Kanadában található. Ha lesz egy olyan ország, aminek soha semmilyen problémája egyébként a világon nem lesz semmivel, körülbelül az egyetlen ország az úgy Kanada. Tehát, hogyha megnézzük az összes létező indexet, az Kanadát adja ki az a létező minden szempontból, ilyen szempontból legbiztonságosabb országnak egyébként, klíma, környezetvédelem, stb. Hát ott vannak más problémák. Ugye a Száhel övezet, hogyha viszont egy másik országot vagy másik térséget szeretnék említeni, országokat és térséget szeretnék említeni, amely viszont egyértelműen gócpontja a különböző klímaváltozás okozta problémáknak, akkor biztos, hogy a Száhel övezetet emelném ki. Mauritánia, Mali, Niger, Csád, Szudán, Burkina Faso, stb. Ugyanis a legsérülékenyebb térségről van szó, ugye azt még hozzá szeretném tenni, hogy ez a Szaharának a déli sávja, a déli övezete, és a legnagyobb népességnövekedést az ez a térség produkálja Afrikában. Tehát amikor a kettőt megint egymásra csúsztatom, kb. mindegy ilyen probléma lapokat, amikor egymásba csúsztatunk, akkor azt lehet látni, hogy egyrészt a klímaváltozás az hihetetlen erővel van jelen a Száhel övezetben, lényegében a csapadék a 70-es években egyezetben megszűnt ebben a térségben.
addig egy virágzó mezőgazdaság szempontból virágzó térség volt, a 70-es években olyan szinten apad el a csapadék, hogy alig képes táplálni ezeket az országokat. Rácsúsztatom a népességnövekedés alapot, és hoppá, a legnagyobb népességnövekedés az elmúlt 4 évtizedben ez a térség okozza. És egy kicsit kitolnánk egyébként a térképet, akkor még ott lenne Egyiptom, meg ott lenne Kenya, meg ott lenne Etiópia, ugye ismerős, meg ott lenne még Tanzánia, és egyébként hozzáteszem, hogy a világ egyik, ha nem a leghosszabb folyója, ez különböző mérések alapján, a Nílusnak a forrásvidéke az ezekben a térségekben található. És egyébként ott is 100 milliókat kell ellátni, nem csak Egyiptomban, hanem más országokban is, ahol a Nílus átfolyik. Ugye nem véletlen, hogy a Nílusról hoztam példát, és egy alátámasztásképpen egy folyamatábrát a Csád tóról. Ez egy csodaszép tó, én megnéztem, hogy a Csád tó milyen volt a 60-as években, hihetetlen halban gazdag, hihetetlen gyönyörű szép ökológiai egységet mutató csodálatos táj. És nézzétek meg, hogy 2001-ben hogy nézett ki a Csádató, ő az ott. Ez a világ egyébként, hozzáteszem, egy kifejezetten nagy tóról beszélünk, a világ nem a legnagyobb, de egy kifejezetten nagy tó. Afrika relációjában egy kifejezetten nagy tóról beszélünk. Ez a tó lényegében majdnem, hogy megszűnt. Hasonlóan a Victoria tóhoz, és hasonlóan az Aral tóhoz, amiről biztos hallottatok, amely pedig ugye Kazahsztán-Üzbegisztán határán található tó, és valójában ez a tó az úgy megszűnt létezni. Nincs. Édesvíz kivétel szempontjából kvázi megszűnt. És akkor rácsúsztatnám a harmadik lapomat, ez pedig a biztonsági kihívásoknak a lapja. Hogyha megnézzük a klímaváltozás által, környezeti konfliktusok által keményen érintett, markánsan érintett térségeket, rácsúsztatva a népesség növekedés, a népességrobbanás lapot, rácsúsztatva a biztonsági kihívásokat, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok esetben ezeken a lapokon ugyanaz található. Ugyanott ugyanaz található. Magyarul a környezeti kihívások társadalmi problémákat okoznak, a társadalmi problémák, gazdasági problémák, ezek erősítik egymást. Népességrobbanás probléma van, és a következménye ennek minden esetben valamilyen biztonsági kihívás. Ez lehet fegyveres konfliktus, ez lehet polgárháború, ez lehet forradalom, ez lehet masszív tömeges migráció, ez minden olyan problémát előidézhet, amellyel majd a fejlett országok, többek között az Európai Uniónak, Magyarországnak vagy az Egyesült Államoknak kell foglalkozni. És hát van egy nagyon-nagyon friss elemzés, és tudom, hogy elsőre, ne ijedjetek meg, tudom, hogy elsőre marha bonyolult, de egyébként ez itt Ázsiát mutatja, és hoztam más kontinenseket, megmondom, hogy mire figyeljenek oda, jó? Ezek az ilyen szakadott vörös vonal jelzi a klímaváltozás hotspotokat, a klímaváltozás által sújtott térségeket, leginkább sújtott térségeket. A csapadék megváltozása jelzi ezeket a piros, illetve kék pöttyöket, és a többi az minden olyan problémát jelöl, amely vagy a klímaváltozás, vagy valamilyen környezeti változás következtében történik. Most azt nézzék meg, és ott fönt is lehet látni, hogy milyen nagyvárosok vannak, illetve még a tengervízszint emelkedést jelöli az a kék vonal. Azt nézzék meg, hogy hol kulminálódnak ezek a vonalak, ahol megjelenik a vörös, vagy piros, vagy bordó vonal, megjelenik a kék, és egyéb más problémák, azok lesznek azok a hotspotok, azok lesznek azok a gócpontok, központok, ahol bizonyosan valamilyen biztonsági probléma fog adódni a jövőben, és ahonnan nagymértékű migrációs hullámok várhatók. Ha megnézik, akkor pontosan azok a térségek érintettek, amelyek egyébként érintettek a túlnépesedésben, és amelyek egyébként érintettek a víz hiányban, vagy a víz problémákban. Kiemelnék egy térséget, amely hát egyértelműen most a világ egyik legkockázatosabb térségének számít, az említett szempontból, ez a Fülöp-szigetek térsége, ez a Csendes-óceáni térség. Kiemelném a Dél-Kelet-ázsiai térséget egy az egyben Indonéziától a Dél-Kelet-ázsiai térség déli részéig, Vietnám, Laosz, Kambodzsa, stb.
Kiemelném Indiának és Kínának bizonyos részeit, valamint az indiai óceáni szigetvilágot, illetve a csendes óceáni szigetvilágot. De még egyszer mondom, hogy szörnyű, hogyha 50 vagy 100 vagy 150 embernek költöznie kell. De hogyha 300 milliónak, az úgy még inkább problémás, én azt gondolom. Ugyanez látható Afrika tekintetében, nézzük meg Lagos környéke, Nigéria. Hasonlóan a Nílus delta környékéhez, illetve Közép-Afrikához, és ugyanez a térkép, ez megtalálható Európában is. Egy olyan kérdésre, mindjárt visszajövök, egy olyan kérdésre, hogy akkor most mindenki Európába akar jönni? Hát nem tudom, hogy meg tudok valakit nyugtatni, vagy nem. Az eddigi tendenciák alapján az összglobális mérleg, migrációs mérleg az úgy néz ki, hogy a 70%-a a migrációnak az a globális délen történik, a fejlődő, fejletlen országok területén, és a maradék 30% a globális észak irányába. Ez azt jelenti, hogy 100 millió embernél 70 millió marad a globális délen, 30 millió indul el észak irányba. Ezek a mostani tendenciák. Ugye, mit láttunk? 200 milliót? Mit mondtak a Joe Bidennek? 143 milliót? Hogyha a mostani tendenciák alapján a 70-30-at figyelembe vesszük, akkor az is több, mint 30-40 millió ember. 30-40 millió ember szeretne majd 2050-ig eljutni valamilyen fejlett térségbe. Ez lehet. Nem csak az Európai Unió, ez lehet Észak-Amerika, Amerika Egyesült Államok, Kanada. Ez lehet akár Oroszország, ez lehet akár Ausztrália, Új-Zéland, akár Japán, bármi olyan ország, amely a fejlett országok közé tartozik. 30-40-50 millió ember. Ha 200 millióval számolunk, ha 1 milliárddal számolunk, ami mondom értelmezhetetlen, akkor 300 millió ember. A mostani, az számomra, az körülbelül az értelmezhetetlen kategória. 4 németországnyi ember, 5 németországnyi ember szeretne Európába költözni. Szóval nem tudom ezeket értelmezni. Viszont a kérdése az volt a Gyöngyinek az elején, hogy akkor milyen válaszok vannak. Ugye ez is szerintem érdekes, vagy érdemes lenne róla beszélni. Egyrészt mindig, minden esetben is itt látható Európa, egyébként meg tudják nézni, bocsánat, mindjárt visszatérek. Ugye a német alföld, amely egyértelműen a tengervízszint emelkedés miatt lett egyfajta ilyen klímaváltozási gócpont, hasonlóan London Temze torkolathoz, hasonlóan egyébként egész dél Európához, Isztambul, mint kiemelt ilyen klímaváltozási gócpont. És hogy mit tudunk tenni, ugye ez egy jó kérdés. És az a helyzet, hogy egy kicsit olyan érzésem van, mint ami 2015-ben volt érzésem, amikor az Európai Bizottság az még mindig a turizmussal foglalkozott, amikor Magyarországon naponta ilyen 3-4 meg 5 ezer ember ment át Németország meg Ausztria irányába, és az Európai Bizottság, én tudom pontosan miket tárgyalt, mert akkoriban régió bizottságának szakértettem, és hát nem akarok senkit megbántani, hogy milyen témákról volt szó. Hát nem voltak szerintem annyira érdekesek talán, mint a tömeges migrációnak a témája. Most egy kicsit úgy látom, hogy az ENSZ egy harapófogóba került, egy csapdahelyzetbe került, mert sem az Amerikai Egyesült Államok, sem az Európai Unió, beleértve most Magyarországot is, nem akar tárgyalni erről a témáról úgy, hogy a menekült státusznak a meghatározását azt egyáltalán tárgyalja. Ezért az a kérdés, az a jogi kérdés, az marad olyan, amilyen. 2015-ben megkötötték az úgynevezett Párizsi Klíma Egyezményt, biztos hallott mindenki róla, és a Párizsi Klíma Egyezménnyel párhuzamosan létrehoztak egy olyan programot, amely a klímaváltozás és a migráció kapcsolatát vizsgálja. Ennek a programnak, akcióprogramnak a központja az Varsóban található, és megpróbálnak válaszokat adni arra a kérdésre, hogy akkor most hogyan tovább. És a kérdések mindig egy helyre futnak ki, körülbelül egy helyre próbálják meg összpontosítani ezeket a válaszokat, kérdéseket és válaszokat, méghozzá az, hogy a problémát azt ott kell kezelni, ahol keletkezik. Ha nem ott kezelik,
ahol keletkezik, Indiában, Kínában, Dél-Kelet-Ázsiában, Afrikában, stb., akkor amikor a probléma megjelenik itt 30 millió embernek a képében, akik emberek, és be fogják adni a menekült kérelmüket, és itt szeretnének letelepedni, és ide akarnak jönni, akkor ezt már nem tudja kezelni sem Európa, sem Észak-Amerika, sem Oroszország, és sorolhatnám, sem Ausztrália, sem Új-Zéland, stb. Ez az egyik megoldási javaslat. Amit én ki szeretném hangsúlyozni talán, az a halogatás. Ugye kicsit úgy vannak vele, hogy mi, ahogy itt ülünk, és én így elmondom ezt a 2050-et, maguk meghallgatják, hogy 2050, aztán széttesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy jó, hát persze közelebb van, mint a 70-es évek óta, de még mindig nagyon messze van. Egy kicsit, ha a politikusok fejével gondolkodunk, akkor kicsit olyanok leszünk, mint az a struc, amelyik a homokba dugja így a fejét, és nem akar foglalkozni a körülötte lévő problémákkal, az egész világ szétolvad körülötte, de ő neki homokban most a feje, becsukja a szemét, és akkor majd valami lesz. Egy kicsit úgy érzem, most az ENSZ, meg az Európai Unió is ilyenbe gondolkodik, hogy majd úgy valami lesz, majd úgy Glasgow-ba megérkezett 400 külön géppel a nagy politikai grémium, odautaztak, elfogadtak valamit, most egyébként ki fogják 2050-ig a szemet vezetni majd, legalábbis a mostani megállapodás alapján, de ez nem kötelező jellegű. Ez India javaslatára, hogy a szemet kivezetik az energia mixből, aztán vagy nem. Tehát az egész egy kicsit olyan, hogy a politika az mindig túlélésre játszik, 4 években gondolkodik, mindig 4 éve van. Ha a következő 4 évben nem történik semmi, akkor meg túlélem. Aztán megint nem történik semmi, akkor túlélem. Na, akkor volt egy hatalmas vihar, volt 2 áradás, volt 3 erdőtűz, ami végül is letarolta az ország nagy részét. Hát nem kellett volna, ugye azt mondta Donald Trump, hogy ez minden az avar miatt volt, ugye, mert hogy az avart össze kellett volna szedni Ausztráliába, azt összeszedik, akkor az, ugye, igazából csak fél Ausztráliát tüntette el egy erdőtűz, meg az Amazon vidéket, az Amazonas vidéket, stb. Akkor a léptékekben beszélünk, hogy értelmezhetetlen megint csak ez. Értelmezhetetlen arról beszélni, hogy mi lett volna, ha. Ezek mind megtörténnek, és amíg az emberek a felelősöket nem a politikusban találják meg, mondván mindig tovább lehet hárítani, akkor a döntéseket nem kell meghozni. Most körülbelül én ezt látom, mindig tovább hárítunk. Ezek nem mi voltunk. Hát mi vagyunk felelősek a klímaváltozásért, dehogy is mi. Hát valójában az ipari forradalom. Ipari forradalom, igen. Hát mikor történt az ipari forradalom? 250 évvel ezelőtt kezdődött. Hát akkor a poroszok, de nincs olyan, hogy Poroszország. Hát akkor az angolok. Az angolok? Na, ők tényleg felelősek. Szétesszük a kezünket, tök jó. És akkor most mi van akkor? A kínaiak is szétesszik a kezüket, és azt mondják, hogy hát ne vicceljetek, hát 70-es évekig agrárország voltunk. Hát a Mao-féle for kiemel minket, hát örüljünk neki, tök jó, mi is szeretnénk autókkal járni, mint ti. Meg szeretnénk ám húst tenni, mint ti. Meg ki az, aki azt mondja nekik, hogy ne létszi, ne. Tehát maradj a biciklinél, hát jó, vagy rollernél. Hát én szeretnék, a Lee szeretne autót vásárolni, ugye? Jó, megvan hozzá. Csak hát amikor 1 milliárd ember vásárol autót, és nem látsz a smogtól Shanghai-ban, és nem látta, a kisgyerekek nem látták soha a napot, mert nem látták, akkor megint szétteszed a kezed, hogy ez normális, hát biztos, hogy nem. Akkor hogyan tovább? Ugye? Mindig ez a kérdés. Hogyan tovább? Hát ahogyan tovább az az, hogy az emberek költöznek, itt láthatók a nagy migrációs tendenciák, halogatnak, amíg nem történik valamilyen sok helyzet, addig halogatunk. És hát az a helyzet, hogy amit ki szerettem volna emelni, hogy a problémát nagyon sok esetben nem is látjuk. Ahogy 2015-ben a probléma ugye elment előttünk, meg mögöttünk, meg itt Pécset a pályaudvaron, meg a Budapesten, hogy valójában nem látjuk, mert ugye a migránsoknak a jelentős része, ők úgynevezett ilyen IDP migránsok, na ezt már a nemzetközi próbálja értelmezni, ez azt jelenti, hogy határon belüli áthelyezettek, internally displaced person, ami azt jelenti, hogy határon belül helyezik. Hát ez egy IDP, ez egyébként egy nemzetközi meghatározás, és nem lépnek át országhatárokat. Gondoljatok bele, hogy gigantikus országok, mint Kongó, Algéria, Szudán soroljam, ott nem kell átlépni, ahol Kína, nem kell átlépni országhatárt, hogy valaki menekült legyen. A saját országán belül is lehet menekült, csak éppen kitelepítik, egészen addig, míg a probléma meg nem szűnik, és vissza lehet menni, ha az adott illető vissza szeretne.
70-30 felosztás. 70-en úgy döntenek, hogy ők szeretnek ott lakni, szeretnének. 30% azt mondja, hogy akkor ha már elindulunk, akkor menjünk Párizsba, mert a rokonok ott vannak. És jól élnek, és egyébként jó a berlini koszt, meg a müncheni koszt, meg a amsterdami koszt, meg a londoni. És akkor ott is találunk magunknak lehetőséget. Itt láthatom még néhány szám, és tudom, hogy sokkoltam, most meg egyszerűen értelmezhetetlen talán, de 2019-ben hány ilyen áthelyezés volt, 33,4 millió, és akkor lehet látni, hogy különböző áthelyezések vagy kitelepítések még miért történtek és mennyiben, időjárással összefüggő viharkárok, stb. Úgyhogy ezt még érdemes megnézni. És itt pedig hoztam egy nagyon érdekes képet, én ezt idézőjelben lenyűgözve láttam, nem kedvelem, mert szörnyű, ami egyébként lent van, csak ez messziről van, és így lenyűgöző. Ez a világ egyik legnagyobb úgynevezett IDP kempje, IDP tábora, ez Kongóban van. És ebben a táborban több tízezer ember lakik. Ez egy sátortábor, meg konténertábor, ami egészen lenyűgöző természeti környezetben van szerintem. De valójában ráközelítenénk, akkor ez a végtelen nyomornak a tábora lenne, Kongó kellős közepén, egy olyan helyen, ahonnan az embernek nem kell eljönni, mert Európa kontinensi nagyságú országban élnek. És hogy mi várható, és ezért nem tudok sajnos pontos választ adni, mert hogy a mi várhatóra azt gondolom az a legfontosabb talán elmondani, hogy amennyiben, és mindig ezt szoktam mondani, hogy amennyiben az emberiség, és nem tudjuk, hogy mi az, de mondjuk a nemzetközi közösség felelős tagállamai nem néznek szembe a problémával, és nem próbálják meg úgy kezelni, ami értelmezhető válaszokat ad. És nem csak belekapunk, és némely szeletét megváltoztatjuk, hogy ezt teljesen fölborítsák az egészet, lásd, nukleáris energia, akkor nagyjából a probléma az akkor fog, vagy akkor szembesülünk vele, amikor már valójában nem tudjuk majd megoldani. Mint ahogy nem tudjuk megoldani a mostani válságokat, valójában szerintem nem is annyira akarjuk. Úgyhogy az elkövetkező évtizedek biztos, hogy hihetetlen változásokat fognak jelenteni, hogy 1 millió, 10 millió vagy 100 millió, erre én nem tudok választ adni. De az, hogy a válságok egymást fogják követni, ahogy ezt láttuk ebben, viszont én biztos vagyok, és erre föl kell készülnünk, azt gondolom, hogy nekünk is a fejlett világban élőknek, illetve a fejlődő, fejletlen régióban, térségekben élőknek is, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet most már tényleg, és akkor, hogyha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, ha tudok, úgyhogy köszönöm szépen.